A romániai közéletben nem csupán jelen van, hanem valósággal virul a gyűlöletbeszéd, és ezt már nem csak a hazai jogvédő szervezetek állapítják meg, hanem külföldi intézetek is. Legutóbb a Budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet készített elemzést erről az Active Watch jogvédő szervezet jelentése alapján. Míg az Európai Unióhoz való csatlakozás éveiben a romák, a magyarok és a szexuális kisebbségek elleni gyűlöletbeszéd mondhatni ritkaság számba ment, mostanra szinte mindennapossá vált. Ezért ma már nem csak a xenofób futballdrukkerek a felelősek, a nacionalista marginális pártok eltűnésével szinte mindenik román párt importálta soraiba szolgálatos gyűlölködött magyar ellenes politikust. Az RMDSZ-es kezdeményezés nem fog átmenni a törvényhozáson, mert nem a magyar közösség megünneplése a célja, hanem a románság megalázása. Hogyan is gondolják, hogy Románia területén ünnepeljék azt a pesti kiáltványt, amelynek a 12. pontja kimondja az uniót Erdéllyel? Tavaly októberben például az államfőként még magyar barátságáról híres Traian Băsescu ezzel a szélső nacionalista retorikával próbálta elakasztani a március 15-ét szabadnappá nyilvánító törvénykezdeményezést. Haller István, a diszkrimináció ellenes tanács tagja úgy véli, a társadalom egyre kevésbé veszi komolyan a gyűlöletbeszéd hatásait, illetve határait. Nem csak Romániában figyelhető meg, több európai országban is megfigyelhető, hogy a gyűlöletbeszéd terjed, sőt, az is megfigyelhető, hogy a hatóságok egyre kevésbé veszik komolyan, és egyre kevésbé büntetik. Valószínűleg amiatt, hogy annyira közkedvelt és közgyakori lett. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet elemzése szerint hazánkban leggyakrabban a romániai magyar, illetve a roma közösség a gyűlöletbeszéd tárgya. Az elemzés továbbá arra is kitér, hogy a folyton erősödő román-magyar ellentét, illetve a gyűlöletbeszéd kialakulásához a kommunikáció hiánya vezet. Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztő helyettese, a média szerepét emeli ki a gyűlöletbeszéd elterjedése kapcsán. A média felelőssége pedig nagy, olyan szempontból, hogy ők moderálhatnak, és ugye a magyarnak van egy szabályozott része, az audiovizuális média, ami a televíziókat és rádiókat jelenti. Őket külön törvény alá veszik, és azért ezt büntetik, éppen ezért a tévékben, rádiókban nem annyira elterjedt, de nyilván ott is higulnak a szabályok, mivel a néző is már elvárja. A centenárium évében elszaporodtak az erdélyi magyarságra irányuló nacionalista megnyilvánulások. A katolikus iskola megalapítása elé újabb és újabb akadályokat gördít román politikusok egy csoportja. Az ellenzék az államfővel karöltve próbálja ellehetetleníteni annak a magyarságnak kedvező közigazgatási kódexnek az életbe léptetését, amely szélesebb körben tenné lehetővé a kisebbségek anyanyelv használatát a közhivatalokban.